hogy ezek a típusok vannak, hogy lakossági várakozási hozzájáruláson munkáltatótól kapott gépjárműre. Ezek a parkolással kapcsolatos szolgáltatások a Hegyvidék e-ügyintézési rendszerén keresztül érhetőek el. Egyre többen váltják ki a parkolási engedélyeket is online, hiszen így nincsen szükség előzetes időpontegyeztetésre, és nem kell sorba állni. Az esetleges problémákról pedig az ügyfélszolgálat munkatársai értesítik az ügyfeleket. Az online igénylések száma az nagyon-nagyon megnövekedett az elmúlt években, azt az ügyfelek is érzik, hogy ez a szolgáltatás ez jó. 90-95%-ban már így intézik az ügyeiket az ügyfeleink a várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatban. Idén már nagyjából a januárban szokásos kiadott engedélyek fele kiküldésre került, ugye az ügyfelek megigényelték, és kiküldtük. Egy lakcímen legfeljebb 2 autóra adható ki parkolási engedély. A második autónál azonban a 2000 forintos költségtérítési díjon felül úgynevezett várakozási díjat is kell fizetni. Az ingyenes várakozási hozzájárulást azok a hegyvidékiek igényelhetik, akik állandó lakcímmel rendelkeznek a kerületben, és a gépjármű üzemben tartói, vagy a munkáltatótól kapott jármű kizárólagos használói. Az ezeket igazoló dokumentumokat is csatolni kell, ha valaki új engedélyt igényel. Érdemes leellenőrizni a saját nyilvántartásainkat, mielőtt nekikezdünk az ügyintézésnek, hogy a helyi adóval kapcsolatban tényleg minden be lehet fizetve. Az önkormányzattal szemben nem lehet semmilyen tartozása az igénylőnek, van esetleg régebbi parkolási díjtartozása a rendszámunkon, mert ha ezek fennállnak, akkor azt tapasztalhatja az igénylő lakos, hogy nem jut el az automatikus igénylési folyamat arra a pontra, hogy ő engedélyhez jusson. És akkor itt kell ugye az ügyintézőknek közbelépni, és akkor segítséget nyújtani, akár hiánypótlást bekérésével, akár pedig különböző tájékoztatásokkal. A parkolási gondok elkerülése érdekében az önkormányzat tavaly vezette be a rezidens parkolást, ami a zóna határon lakó autósoknak is segítséget nyújt. Ezeken az ingyenes részeken ugyanis sok az agglomerációból érkező autós áll meg, elfoglalva a helyet az ott lakók elől. Ezentúl azonban a helyek 30%-át csak a helyiek használhatják. Ezeknél a területeknél ki lettek jelölve dedikáltan parkolóhelyek, ahova az ott lakók állhatnak meg csak. És akkor van az online felületünkön egy úgymond, mi úgy típusnak hívjuk, amit az erre jogosultak, ha elindítanak, akkor onnantól kezdve ők megállhatnak azokon a kijelölt helyeken. Viszont akik erre a fajta lehetőségre jogosultak, azok a parkolózónában lévő lakossági várakozási hozzájárulásra nem. A tavalyi évre kiadott parkolási engedélyek január végéig érvényesek. Akinek nincs hegyvidéki e-ügyintézési fiókja, az személyesen az önkormányzat épületében igényelhet új engedélyt.